Új jégcsarnok épülhet hamarosan Szekszárdon, legalábbis erről szólt a Zöld Jég Egyesület koncepciós kérelme, amit a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, valamint az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság is napirendjére tűzött legutóbbi ülésén. Mindkét bizottság támogatta az egyesület kérelmét, egy-egy kiegészítésre tettek csupán javaslatot. Murvai Árpád, az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke azt mondja, szükség van egy ilyen létesítményre a Tolnai megyeszékhelyen. A mostani ideiglenesen és időszakosan üzemelő jégpálya helyett egy olyan létesítményt szeretnénk, és ezzel nem vagyunk egyedül, amely az év 12 hónapjában rendelkezésre áll, nem kell sátor, bérlet, stb. A év 3 hónapját hát nem jégsportokra, de körkorcsolyázásra, szabadtéri rendezvényekre, stb. Lehetne fordítani. Murvai Árpád úgy látja, jelenleg igen nehéz csoporttal bejutni a jégpályára. Többek között ezt a problémát oldaná meg egy új szabványméretű jégcsarnok, amit az üzemeltető cég nyitottá tenne iskolások számára is. Örvendetes, hogy erre egy nagy cég vállalkozik, TAO támogatás mellett, és az üzembe helyezést követően felajánlása szerint a szekszárdi fiatalok, általános iskolások, óvodások számára ezt nyitottá tenni. Tehát megindulhatnak kori képzés, kori iskola, és a jégsport is szerintem lendületet venne. A jégcsarnok épüléséről, a szükséges forrásról a szekszárdi közgyűlés dönt majd legközelebbi ülésén.